Hát inspiráltál minket egy csodálatos pontlevessel, és most én szeretnélek téged inspirálni egy vadassal. Na lássunk is hozzá! Lehet vadból is készíteni, marhából. Most marhahúsból is kettőfélét fogunk használni, pedig egy jó egészben lapockát és marha nyakat. Jó alaposan besózzuk, beborsozzuk. Bors! Olvadozik a vaj. Elkezdem sütni lassan a húsit benne. Te pedig szerintem addig a zöldséget előkészítheted. Közben a húsit elkezdem sütni. Sárgarépa, fehérrépa, zeller, hagyma, fokhagyma, pici kacsazsír, és a kacsazsíron kezdem el pirítani magát a zöldséget. Szép csendesen közepes hőmérsékleten tartom, és amikor a vaj elkezd szépen barnulni, ugye lesz egy ilyen diós illata, akkor vagyunk kész vele. Ez már bőségesen meg fogja adni azt az íz, zamatanyagot, a lének, amire szükségünk van. Picit félre akarjuk pihenni, a zöldséget is hasonló pörzsanyaggal hasonlóan megpirítsuk, mint magát a... És itt még nem is sóztad meg. Itt még nem sóztam meg, sőt, itt nem is fogom. Két csipet cukorra, egy picit még karamellizálom is rajta. És dobhatsz vele ilyenkor nyugodtan egy kis papírlevelet, amit találsz vele. Na végre, eljött az én időm. Így van, a pici-pici fehér bor, nem picceltem, ugye másfél két deci nyugodtan mehet bele. Gazdagon megborsozom. Én ezt így hozzá is rakom a citromhéjat, nagyon jó kis aromát fog neki adni. Fehér borunk az elég szépen beredukálódott, szinte már szárazra vissza is pirult. Úgyhogy én elkezdem hozzárakni a húsit, és jöhet annyi víz, hogy kényelmesen ellepje, vagy akár egy ilyen egy-két únyira is. Innentől kezdve ugyanaz, mint egy jó kis húsleves, amiről egyébként találhattok séftippet. A friss kakukkfű az kötelező. Vajpuhára pároljuk a húsit, vajpuhára főzzük a zöldséget, addig bőven van időnk a szalvétagömbocot elkészíteni. Kifliből fogjuk elkészíteni a szalvétagombócot, ami igazából csak földkockáztam, és bedobtam 180 fokra, amíg így szépen aranybarnára szépen megsült. Ez vajas kifli vagy vizes kifli? Ez vajas kifli. Egy kis kockázott békönszalonát fogunk pirítani, természetesen egy kis hagyma kíséretében. Hogy az íze még jobb legyen, egy pici fokhagyma. Szépen megpirítjuk, pici tepertő, méghozzá nagyon-nagyon finomra, apróra összevágva. És amíg vágod a tepertőt, én addig vágom a következő hozzávalót a szalvétagombóchoz, az pedig a finom rágott petrezselyem. Meg is pirult a szalonna hagyma, úgyhogy ezt mindenféleképpen, ha tehetjük, csepegtessük be. És petrezselyemvágásra is van chef tip? Nem csak petrezselyemről, hanem kakukkfű, schnitzling, minden egyéb zöld fűszerről van. Aha, nem az a legegyszerűbb, ha veszünk olyan ollót, tudod? Ja. Nem minden fűszerhez megfelel egyébként. Miért nem? Azt mondom, nézd meg a chef tippet, és akkor meg tudod. Picit jobban kapaszkodjon a tej és majd a tojás, amit majd hozzá fogunk rakni. Az egy evőkannál lisztecske. Tejet azt fölmelegítjük, mindenféleképpen forró tejjel fogunk dolgozni. Na jöhet kettő tojás rá, fölforr a tejünk, zúgy rá, és kész. Rámöntöm körülbelül az egyharmadát. Közbe keverheted. Két kis cuki gombócot fogunk csinálni. Szaloncukrot csinálsz belőle? Szaloncukrot csinálunk belőle, pontosan, ahogy mondod. Szalvéta gombóc, gyöngyöző víz kell hozzá, mi lenyomjuk a víz alá azért, hogy szépen tudjon földögélni egyenletesen, egy kisebb fedővel. 30-35 perc alatt gyönyörű szépen meg fog párolódni. Közben elkészült a vadas, vajpuha húsi, úgyhogy ilyenkor azt csinálom, hogy így szép óvatosan kikapom a húst. Kiveszem belőle azokat a részeket, amiket nem akarok túlmixolni. Például a babérlevelet. Például a babérlevelet, például a petrezselyemszárat, citromhéjat. Túlmixolunk, jó? Oké. Okay. Kapribogyó, méghozzá savanyított. Hát egy ilyen 10-15 szem. Mustárka. Kötelező a vadasba. Hát körülbelül egy ilyen fél evőkanálnyi. És ez egy kis csúranásnyi citromlé. Csak egy pár cseppel indítunk. Hogyha már majdnem sejmes, akkor egy kis tejfölt is adunk hozzá. Egy, kettő, három. Kész. Le is szűrjük. Húsikákat fölvágjuk. Én nagyon szeretem ilyenkor a mártással betakarni. Gyönyörű szépen megfőtt nekünk a szalvétás gombóc. Mindenféleképpen hideg vízbe vegyük le, azonnal lehűtjük. Úgyhogy nyugodtan ennek egy pár órát adhatunk akár hűtőbe. Habzik a vajacska, jöhet a gombóc.
megpirítjuk, kívül ropog, belül szasztos, krémes. Picit emlékeztetjük a mártást a megfelelő hőmérsékletre, csak egy picit föl akarom melegedni. Ezt de szépen mondtad. Igen. Hát van vele meló, van vele. Ahhoz képest nagyon-nagyon egyszerű, ahogy kinéz, de hát ugye maga az az élmény, amikor megkóstoljuk, az szerintem mindent megér. Ha további receptekre vagytok kíváncsiak, akkor ide kattintsatok, ha igazán pengék szeretnétek lenni a konyhában, akkor ide, hogyha pedig a legújabb receptjeinket szeretnétek megnézni, ide.